össze, mely a Galéria Mai Magyar Fotóművészet sorozatában jelent meg, ez a 12. darabja a sorozatnak. Nagyon régóta dolgozunk ezen a katalóguson Gyurival, és szerintem a végeredmény, ha majd megnézik, akkor igazolja azt, hogy miért tartott kicsit tovább ennek az elkészülése. Gyuri végig nagyon maximalista volt, ahogy mindig. És szerintem egy nagyon szép kiadvány született meg. Én nem is szeretném nagyon szaporítani a szót. Szeretném megkérni Petrányi Zsoltot, hogy mutassuk el a katalógust egy beszélgetés keretében. Köszönöm a figyelmet. Nagy szeretettel köszöntöm. Köszöntjük mi is önöket. Nem tudom, hogy Gyuri, hogy vagy vele, én nagyon meg vagyok szeppenve, mert úgy készültem, hogy egy ilyen családias, közvetlen nyárvégi beszélgetést lesz, ahol az sem baj, hogyha hibázok, vagy felületesen fogalmazok, mert hiszen egymás között vagyunk. Most ehelyett egy tömeg van itt a galériában, többen talán nem is férnének be, lehet, hogy ez a jól megválasztott időpont miatt van, hiszen az iskola is elkezdődött, és ahogy itt a felvezetésben mondtad, itt egy mindjárt egy belső vitára szeretnék rávilágítani, ugyanis az, amiért Zsófi úgy vezetett föl minket, hogy egy beszélgetés lesz, az azért van, mert én előre azt mondtam, hogy én úgy képzelem a katalógus bemutatót, hogy elmondom a magam véleményét egy bizonyos pontig, majd kísérletet teszek arra, hogy bevonjam a művészt ebbe a folyamatba. A művész tegnap este fölhívott engem, és azt mondta, hogy ő ebben nem ért egyet, mert borzasztóan kíváncsi arra, hogy mi az én véleményem, és nem a maga véleményére kíváncsi. Tehát, hogy ezt lehet így mondani. Mindenesetre abban állapodtunk meg, hogy én először bemutatom a katalógust, és ha olyan fogalmak kerülnének szóba, vagy olyan dolgokat említenék, amelyeket ő kommentálni kívánna, akkor azt utána majd megteszi. Amikor beléptem és hátra mentem a valamiért, akkor megszólított valaki, mert nem is tudom, hogy melyik ők volt, és azt mondta, hogy alig várjuk, hogy megtudjuk végre, hogy mit kell tudni Gáti György művészetéről. És én rögtön korrigáltam, hogy de hát itt most nem a művészetéről lesz szó, vagy csak részben, hanem inkább a katalógusról. Ezt én nagyon komolyan vettem. Komolyan vettem abban az értelemben, hogy a katalógust mutassam be. Tehát, hogy én egy most elkészült nyomdatermékről fogok beszélni, annak nem csak a formai kvalitásairól, hanem tartalmi felépítéséről is. És őszintén megmondva, engem nagyon elgondolkodtatott, illetve inspirált a rövid, mindegy másfél oldalas bevezető szövege a katalógusnak, úgyhogy én néhány fogalmát szeretném ennek a bevezetőnek kiragadni, és ezen keresztül egy kicsit interpretálni a fotográfiának úgy általánosságban a problematikáját, ami viszont biztos, hogy közelebb fog bennünket hozni Gáti György művészetéhez is. Kezdjük is el. Nem tudom, hogy a sorozatnak a többi kötete, sokszor leszek kénytelen így fölmutatni a kötetet, vagy bizonyos oldalakat, hogy tudják, hogy miről beszélek. Nem tudom, hogy a sorozatnak a többi kötete mennyire van az önök szeme előtt, nem annyira nyilván tudja felidézni mindenki, csak higgyék el nekem, hogy magának ennek a kötetnek a borítója, borítóválasztása, vagy képválasztása, ez a többi kötethez képest egy kicsit markánsabb és figyelemfelhívó. Figyelemfelhívó abból a szempontból, hogy aki nem tudja, hogy milyen médiumról van szó, csak ezt a könyvet látja meg, az nem is lehet biztos benne, hogy itt tényleg egy fotográfusról van szó-e,
vagy valamiféle más művészről, aki szövegekkel és különböző formákkal játszik, hiszen az a kép, amit itt a borítón látnak, nem is biztos, hogy összeáll egy konkrét valamivé. Akkor, hogyha végiglapozzák a könyvet, akkor megértik ennek a képnek a logikáját, és rájönnek, hogy ez bizonyára egy, például lehet, hogy egy hajónak az oldala, amin ez a felirat látható. A kép, vagy a kötetet, hogyha kinyitjuk, akkor rögtön a katalógusnak, vagy a könyvnek a címét láthatjuk, ami rögtön gondolatokat ébreszt a figyelmes olvasóban, azért, mert az angol és a magyar cím jelentésében szerintem nagyon eltér. Lehet, hogy nem nagyon tér el, csak gondolatilag eltér. Onnan távolról biztos nem lehet látni, ezért inkább felolvasom. A magyar cím az azt úgy hangzik, hogy nekem való világ. Majd fogok ennél egy kicsit időzni. Az angol cím pedig úgy hangzik, hogy My Virtual Reality. Az én virtuális valóságom. De kezdjük a magyarral. A nekem való világ, az bennem, mint olvasóban, és még nem nyitottuk ki a kötetet, még csak a belső oldalon tartunk, de ez nagyon, nagyon fontos, mert ezt, hogyha figyelmesen szemügyre veszük ezt a címet, akkor ez meg fogja határozni azt, amit utána, vagy ahogyan utána a képeket nézzük. Hát a nekem való világ, az nekem azt jelenti, mint olvasónak, hogy ennek a világnak a jelenségeit én elfogadom. Én meg vagyok békélve avval, ami van. Ez a világ nekem való. Ez a világ nekem való úgy, ahogy van. Jól érzem magam benne. De ugye, most még ezt nem tudjuk, hogy a szerző ezt a mottót, ezt magára érti, vagy a műveire érti. Mert hogyha a műveire érti, akkor a nekem való világ az azt mondja annak, aki kinyitja a könyvet, hogy az a világ, amit a következő oldalakon, képeken látni fogsz, az az, amiről én azt mondom, mint művész, hogy nekem való. Ez az én választásom, az én univerzumom, mikro- és makrokozmoszom. Lehet, hogy az angol cím kitalálója az épp ezt a jelentést, ezt a második jelentést szerette volna hangsúlyozni. De megmondom őszintén, nekem az első jelentés az is nagyon fontos. És azért nagyon fontos, mert hát nem tudom, Magyarországon vagyunk, önök inkább a középgenerációhoz tartoznak, és hát anekdota számba megy az, hogy a két közép vagy idősebb generációhoz tartozó találkozik az utcán, és az egyik ember megkérdezi a másiktól, hogy hogy vagy, akkor a szokásos válaszunk az az, hogy ó, ne is kérdezd, hagyjuk ezt. Hogy röviden, jól, hosszan, borzasztóan. Hát ezek a tipikus válaszok. Ha valaki optimistán bevallja, hogy a világ neki való, vagy a világban jól érzi magát, az már fura. De azért ez a világ összetett, ezt mindannyian tudjuk, és erre több utalás lesz majd még abban a szövegben is, ami a kiállítás, illetve nem a kiállítás, hanem a könyv anyagának a bevezetőjéül szolgál. De menjünk vissza a második jelentés, vagy az angol szöveghez. My virtual reality. Az én virtuális valóságom. A valóság olyan, amilyen, ott van kin, hűvösebb van, mint itt benn. De én megteremtek egy elképzelt valóságot, amit virtuális valóságnak gondolok el, és ez a virtuális valóság, ez csak az enyém. Ez az én általam teremtett valóság. My virtual reality. Ez a cím, ez a második cím, ez lehet, hogy ahogy ez előbb mondtuk, a képanyagra utal, de ugyanakkor pedig egy nagyon fontos szóösszetételből áll,
ami technológiai indítatású, mert a virtuális valóságról a technológia és a komputer világ, most direkt nem a művészetet mondtam, összefüggésében szokás beszélni, és nem a fotográfia összefüggésében. Ha egy fotográfus azt mondja, hogy az én fotográfiai munkásságom a virtuális valósághoz hasonlítható, az annak a világnak, annak a fotográfiai világnak a teremtettségére is utalhatna. Arra is utalhatna, hogy az a világ, ami van a fényképeken, az egy beállított, konstruált világ. Csak a címet olvasom, válaszokat fogunk kapni arra, de megelőlegezem, hogy Gáti Györgynél ez nem így van, de a cím minden esetre ezeket a játékokat teszi lehetővé. Lapozok egyet, és a rövid bevezető szöveghez érek, aminek az első mondatát föl is szeretném olvasni, és ezért fogok szemüveget venni. Ferenczi Bálint fotótörténész, csak mutatom, hogy hogy néz ki az oldal, fotótörténész jegyzi ezt a szöveget, és előjáróban azt tartom fontosnak aláhúzni, hogy akkor, amikor én ennek a szövegnek a fogalmait kiemelem, kommentálom, akkor én a szövegtől függetlenül teszem ezt. A szöveg szerintem szuper, nagyon jól, nagyon tömören foglalja össze Gáti György munkásságát, egy nagyon értékes szöveg. Azért is értékes szöveg, mert bennem, mint olvasóban nagyon sok gondolatot ébresztett. Én ezeket a gondolatokat mondom el anélkül, hogy bármiféle kritikát akarnék mondani a szövegről, mert nagyon jónak tartom. A szövegnek az a címe, és ez megint nagyon fontos nekünk, hogy a hiteles kép. Szóval, hogy mi a hiteles kép és mi nem hiteles kép, ez rögtön, még tovább sem olvasva, ez már bennem újabb kérdéseket vetett föl. De most nem előre szeretnék erről beszélni, hanem ugyanúgy, mint ahogy önök tennék, egy címen általában átsiklunk, és azt mondjuk, hogy hú, na ez engem érdekel, és rögtön elolvassuk mondjuk az első bekezdést. Az első bekezdés ebben az esetben így hangzik. Mózes a Sínai hegy csúcsáról Isten parancsait hordozó kőtáblákkal tért vissza, de Istent magát nem láthatta, aki színelátását Mózestől megtagadta. A törvényeket írásban megkaptuk, de alkotójuknak képét nem láthattuk. Isten képe láthatatlan maradt. Valahol ettől a pillanattól keressük a hiteles képet. Azt a képet, amely valamely módon mégiscsak betekintést nyújt az ábrázoláson keresztül, az ábrázoláson túli világba. Ezzel vezeti be a szerző a gondolatmenetét. És én ezen a gondolatmeneten több szempontból gondolkodtam el. Az egyik szempont az idézetnek a forrása volt, abban az értelemben, hogy úgy gondoltam, hogy nekem az különös választás, hogyha egy szerző egy fotográfiáról szóló szöveget egy metafizikus utalással kezd. Azért különös, mert azt a képzetet kelti, minthogyha azoknak a fotográfiáknak, amiről beszélünk, metafizikus tartalma lenne. Rájöttem és elfogadtam az első bekezdés elolvasása után, hogy lehet, hogy a szerzőnek ez a véleménye. Hogy azok a képek, amik a könyvben vannak, amiket a falakon látnak, metafizikus, a földi jelenlétünkön túlmutató tartalommal bírnak. De én nem megyek ilyen messzire, visszatérek ebben a pillanatban még a címre. A hiteles kép azért keltett bennem gondolatokat, mert rögtön azt tettem föl magamnak, hogy de hát én egy fotográfusnak az albumát lapozgatom, és ennek az albumnak a szövege utal, vagy teszi fel a kérdést, hogy mi a hiteles kép, vagy hogy van-e hiteles kép.
a hiteles kép a fotográfiában mit jelenthet? Mit jelentett, és mit jelent ma, vagy mit jelenthet? Azért van ez a múlt-jelen idejű felosztás, mert a múltban a fotográfiának azt a szegmensét, amit mondjuk dokumentarizmusnak hívunk, azt mindenképpen hiteles kép kategóriába soroltuk volna, vagy sorolhattuk. Azt mondtuk, hogy mondjuk most a 70-es évekről beszélek, ebben az üzemben az itt dolgozó munkások valóban sanyarú körülmények között dolgoznak, hiszen ez a fénykép, amit ez a fotográfus készített, ezt bizonyítja. Hiszen ott volt, látta ezeket a körülményeket, megnyomta a gombot, lenagyította a képet, mi más lenne ezen a képen, mint az, amit ott látott. Tehát ez a kép hiteles. Vagy ma hiteles az a kép, ami mondjuk a Grönlandon egyre nagyobb területben szabaddá váló szárazföldet mutatja, mert emlékszünk, hogy a National Geographic oldalán 15 évvel ezelőtt ilyen képeket nem láthattunk Grönlandról. Tehát ez a kép is hiteles. De hiteles lehet egy kép mondjuk egy emberről, ami egy portré, ami egy adott időpillanatban a fotográfus nézőpontjából vizsgálja azt az arcot úgy, ahogy a fotográfus azt jónak látja, és ezzel érzelmeket és karaktert közvetít nekünk a fotográfia nézőjének, mert lehet, hogy mi, akik ebben a teremben vagyunk, és a fotográfiát, mint művészetet nagyon szeretjük, azt mondanánk erre a képre, erre a portréra, hogy ez egy műalkotás, ami nem feltétlenül egy hiteles kép. A szöveg, amikor a hiteles képre keresi a választ, akkor a hiteles képet Gáti György munkáival hozza összefüggésbe. Azaz azt állítja, hogy a valóság nagyon sokféle, de ebben a valóságban, erről szólt ez a kis bekezdés is, a művészek azok, akik hivatottak keresni, megmutatni azt, hogy a valóságnak mi lehet a hiteles képe. Lehet, hogy nem egy üzemterület dolgozóinak közös csoportképe az, hanem valami más átvitt értelmű kép, például olyan, mint amilyen képeket itt látunk. Több kis apró részletet ragadtam még ki ebből a szövegben. A szöveg tovább egy művészettörténészre, Beltingre utal, és azt mondja, hogy ma már tisztán információs tartalmán szokás mérni a képeket, és ez az az idézet, ami engem a címnek az angol változata felé vezet, és konkrétan arra világít rá, hogy valóban van egy jelenlévő konfliktus a művész és a világban gyártott képek dömpingje között. Ha ezt a konfliktust láthatatlanul Gáti Györgyről feltételezzük, akkor nem hiszem, hogy helytelen úton járunk, mert valóban az a kép áradat és a technológia által befolyásolt kép minőség a mai fotóművészek dolgát eléggé megnehezíti. Megnehezíti abban az értelemben, hogy néha úgy érzik, hogy igazolniuk kellene, szerencsére nem ragaszkodik ehhez egy igazi művész, igazolniuk kellene a képeiknek a manipulálatlanságát, az igaziságát, és azt, hogy azok nem számítógépen konstruált vagy belenyúlt alkotások, hanem olyanok a valóságban, mint amilyenek. Az biztos, hogy az, amilyen korban ma élünk, a képek tekintetében a képi információknak egy túlzott áradatáról szól. Arról szól, hogy mindannyiunknak szelektálnunk kell, mindannyiunknak meg kell válogatnunk azokat a képeket, amelyeket
információ forrásként nézünk és kezelünk, de a szerzővel egyetértek, hogy Gáti György munkái biztosan ilyenek, amelyek ezt a elmélyedést és ezt a meditációt segítik és szűkítik. A szerző a további bekezdésekben kitér Gáti Györgynek a munkamódszerére, és néhány szóval bemutatja azt, amikor azt mondja. Gáti György azonban nem ilyen képgyártó, fény irodájában nem készülnek évente képalbumok, Gáti vár, felkészül, majd hosszasan válogat, rendez. Képei nem szekvenciákban, azaz sorozatokban készülnek, hanem saját, ember által előre nem tervezhető ritmusukban. Ezek nagyon fontos mondatok és megállapítások azoknak, akik a könyvön keresztül szeretnék magukhoz közelebb engedni a szerzőt, mert azoknál a képeknél, amiket láthatunk, ténylegesen nem tudható biztosan, hogy azok a konstellációk, képi véletlenek, azok milyen időintervallumban, milyen várakozás révén, milyen felkészüléssel jönnek létre, de az a szó, hogy Gáti György vár, az számomra azért fontos, mert az bizonyítja, hogy a művész egy lassú, habitusú képalkotási folyamatban vesz részt, ahol nem a mennyiség számít, hanem a minőség, és hogyha ahhoz több hónap kell, hogy véletlenül összeálljon az, amit akar egy képen, akkor legyen több hónap. Két szerzőre utal, fotográfusra utal Ferenczi Bálint, az egyik William Eggleston, akinek a színességét idézi a szövegben, és mint tudják, ő volt az első olyan fotográfus, aki a művész, fekete-fehér művész fotográfiával szemben vagy mellett a színekben lévő tartalmat igyekezett felfedezni és bemutatni a fotográfia történetében. Ő volt az egyik első, aki láthatóan imádta a színeket és ezeket használta a fotográfiában. A másik szerző, akire utal Ferenczi, az Kepes György, akit azért idéz, mert néhány munkája Gáti Györgynek rokonítható talán Kepes Györgynek a munkásságával. Van egy nagyon érdekes szó, amit még a szövegnek a befejezése utolsó mondataiban idéz, amiben azt állítja Ferenczi Bálint, hogy Gáti demokratikus képalkotó, akinek minden téma egyenrangú, de ezt a demokratikus szót én nagyon szeretem, mert akkor, mert értjük, hogy miről lesz szó, egy függönyről, egy párnáról, egy székről, vagy egy tengerparti elemről, de ha végignézik a kiállítást, vagy végignézik a könyvet, akkor azért maradjon meg önökben ez a szó, mert azt fogják velem együtt mondani, hogy hát demokratikus, de hát mégse demokratikus. Mert a választásai annyira célra törőek, annyira élesek, hogy az ő esetében a demokrácia szót használni témaválasztás értelmében lehet, de a képalkotás vagy a képek megalkotásának a szempontjából biztos, hogy csak átvitt értelemben lehet szó. Az utolsó záró képe a szövegnek, az pedig a mikrokozmoszról szól, arról, hogy Gátinak az univerzuma egy szűk univerzum a képalkotás értelmében, és éppen ezért egy mikrokozmosz, miközben a képeink keresztül a makrokozmoszba szeretne átengedni minket, részleteket mutat, részleteket szeretne felfedeztetni velünk, olyanokat, amelyek egy tágabb, nagyobb igazság felé vezetnek, ezt állítja a szerző, és ezzel a hiteles képnek egy újfajta definícióját adják. Tehát lapozunk bele ebbe a könyvbe.
ha a címről van szó, Nekem való világ, My Virtual Reality, milyen érdekes, hogy akkor, amikor az albumnak az első képét meglátjuk, ami egy fal tetején sorakozó székeket mutat, akkor rögtön azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon ezeket a székeket a művész tette-e oda, vagy pedig ebben a képben az a poén, hogy ezeket a székeket nem a művész tette oda. Az ilyen típusú kérdésekre mindig akkor kapunk választ, ha egy kiadványban tovább lapozunk. Mert ha tovább lapozunk, akkor láthatjuk azt, hogy olyan képi konstellációkra kapunk példákat, amiket már mindjárt mutatok, például, mint amilyen ez a két kép, ez már a negyedik oldalon van, ahol olyan távolról nem lehet látni, de két fölröppenő galambot látunk a képen, az egyébként is tűjéles kompozíciójú képen, és itt már pontosan tudjuk, hogy a két galamb az csak is véletlenszerűen éppen akkor lehetett ott, és itt megkapjuk a választ, hogy akkor valószínűleg a székek is ott voltak, és nem a művész rendezte oda. Egyébként kettőt lapoztam, és ez csak azért lapozok egyet vissza, hogy megmutassam a kedvenc képemet, aminek az a címe, hogy Műteremfal Szentendrén, és egy egész elképesztő falrészletet mutat, ahol valószínűleg több évtizedig fügtek képek, és amikor leakasztották ezeket a képeket, akkor a por és a fény a keretek mögött olyan nyomot hagyott, mintha ott valamiféle ős fotográfia jött volna létre, a fénynek valamiféle lenyomata, és ez tulajdonképpen számomra, vagy talán számunkra, de valahol szimbolizálja is a fotográfiának a legmélyebb lényegét. Szeretnék beszélni, és csak egyet lapoztam tovább, szeretnék beszélni arról az érdekességről, hogy hogyan szerkesztődik így egy könyv. Azért merek erről most én beszélni, mert a tegnap esti telefonunkban tisztázódott, hogy az a feltételezés, amit én erről alkotok, az egy lehetséges feltételezés, és ténylegesen hasonló módon szerkesztődnek a könyvek. Nem tudom, hány reprodukció van ebben a könyvben összesen. Hány reprodukció van benne összesen? Hány kép van benne? 62 kép van. Jó, körül mindegy, 62 kép van nagyságrendileg ebben a könyvben. Akkor, amikor egy fotóművész egy ilyen könyvhöz nyúl, akkor az első kérdése az önmaga számára, hogy mely képeket tegyen bele a könyvbe. Amikor valaki így gondolkodik, most gondoljanak csak magukra, amikor képeket válogatnak a sok elkattintott kép között, akkor különböző szempontok alapján, de összeválogatja azokat a képeket, amelyeket egy ilyen kiadványba gondol, ez általában a háromszorosa annak, ami belefér a könyvbe. Ez nem véletlen, hogy egy művész a háromszorosát válogatja ki, mert szeretné azt, hogyha előbb egy nagyobb egységből válogatnánk. Utána jön egy nagyon nehéz munka, mert ebben a nagyon nehéz munkában, ebből a háromszoros mennyiségből, mondjuk 180-ból vagy 200-ból, ki tudja, ebből el kell kezdeni kiválogatni azokat a képeket, amelyekről a művész le tud mondani, és amelyekről nem tud lemondani. Két kupac képződik a szobában. Az egyik kupacban vannak azok a képek, amelyek mindenképpen benne kell, hogy legyenek a könyvben, és a másik kupacban vannak azok a képek, amelyekről le tud mondani a művész. Higgyék el nekem, az esetek 100%-ában a kiválasztott, nem tudok lemondani róla típusú képek még legalább másfélszer annyian vannak, mint amennyi belefér a könyvbe. Ez egy borzasztó nehéz folyamat, amit nem akarok végigragozni, de az, hogy egy művész hogyan válogat, abban általában ebben a pillanatban, amikor már kínnal kell szűkíteni, bejön egy másik szempont, ami nekünk viszont nagyon fontos már itt, és ez pedig az,
hogy a könyv egy lapozandó tárgy. Egy olyan tárgy, amiben a néző a képeket a lapok egymás utániságában ismeri meg. Lesznek olyan oldalak, amelyek képpárokat alkotnak majd, és lesznek olyan oldalok, amelyek nem mind képpárok fontosak, de abban az értelemben érdekesek, hogy az egyik oldal után mely kép következik a másik oldalon. Ez a vonalszerűség a szőnyeken kiterített sok képpel szemben egy nagyon nagy segítség és egy nagyon nagy átok. Nagyon nagy segítség, mert ez a vonalba való rendezés ki tud szorítani újabb képeket ebből a válogatásból, mert megtörheti azt a ritmust, amelyet egy ilyen képválogatás ad. Most a mikrofont is tartani, meg a képet lapozgatni nehezen tudom. Minden esetre csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy itt olyan képpárokat lehet látni, köszönöm, hogyha lapozott, amelyben asszociatív párhuzamok vannak a képek között. Tehát például a Ráti pillantanak erre a képre, a bal oldalon két emberpárt látnak, a jobb oldalon pedig egy lámpapárt látnak, ami a hátul az épületen egy keretben foglal helyet. Ha tovább lapozunk egyel, köszönöm a segítséget, az asszisztenciát, akkor megint csak egy hasonló játékot fognak látni. Az egyik oldalon az itt látható szél által szétfúrt függönyt lehet látni, ami megint csak egy kettősséget alkot. A másik oldalon pedig egy vörös, talán tűzoltó szerszám készletet, ahol szintén két vödör látható. Ne nézzük végig az összes művet, köszönöm szépen a segítséget. Csak akkor, amikor kepestről volt szó, akkor el szeretnék lapozni egy oldalpárig, ami ez lenne. És azért, hogy ez a nagyon finom játék, ami ebben a könyvben végigvezetődik, ez olyan típusú abstrakciókig is elenged minket, amiben már nem a beazonosítható képek vannak dialógusban, hanem formai, technikai, kísérleti megoldások, fényjátékok. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, esetleg a következő oldalt is, hogyha megmutatnád, köszönöm. Azért tartom fontosnak megemlíteni, mert az a képanyag, ami ebben a katalógusban összeáll, az valójában egy ív, egy alkotói tól iget mutat meg, egy olyan logikus úton vezeti végig a nézőt, amiben az előző oldalról nézve mindig megérti a következő oldalnak a képválasztását, munkamódszerét, és ettől jó. Ettől jó, hogy most szabadon egy utolsó képet, hogyha... Aj, mondjuk ezt a felhőset, ezt annyira szeretem. Ezt. Köszönöm szépen. Ettől jó, hogy olyan módon vezeti a nézőt ezekhez a képekhez, vagy a képeken keresztül, amelyek egy többletet adnak abban, hogy hogyan ismerszik, vagy ismerjük meg a képeket alkotó művész. Olyan ez, mint amikor egy regényt olvasunk, és a regény lapjain minél tovább haladunk, annál közelebb kerülünk a történet végkicsengéséhez, és ebben a történetben a végkicsengés a művész személyisége, a művész alkotói profilja, és annak a megismerése. Ebben az esetben most valami frappáns zárószón gondolkodtam, és ezért álltam meg egy pillanatra, mert megakadtam, hogy úristen, most mivel jön a zárószó, most mondjam azt, hogy megismerése, köszönöm a figyelmet. De hogy ezt nem akarom így lezárni, de minden esetre, hogy éppen ezért én ezt a válogatást és ezt a szerkesztést egy nagyon jól átgondolt és nagyon sikeres megoldásnak tartom. Mint könyvnek, a könyv a sorozat keretein belül további, hogy mondják ezt, kiegészítéseket tartalmaz. Ez egy életrajz,
és más a művésszel kapcsolatos adatok találhatók ebben a könyvben. Én gratulálni szeretnék a művésznek, a művészt is, ha jól hallom, akkor Bárdi Anna is segítette esetleg ezt a válogatást, igen. Bárdi Annát is támogató, vagy segítő asszisztenciáját, vagy nem tudom. És hát a kiadónak, hogy megint egy újabb, nagyon szép mesei jubileumú, hiszen 12. kiadványjal bővítette ezt az egyébként hiánypótló sorozatot, ami a kortárs magyar fotográfia bemutatásáról szól. Én köszönöm, hogy milyen figyelmesen végighallgattak minket, és most van az a pillanat, hogy mielőtt én lezárnám a szót, megkérdezem Gáta Györgyöt, hogy kívánja-e kommentálni az elmondottakat, és most az elkövetkező percekben reményeim szerint egy gyökeresen más interpretációt mond, vagy hát ha, az is érdekes lenne. Elsősorban nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas előadást. Másodszorban figyeljük, hogy nagyon jól döntöttem, hogy nem szándékoztam semmit, de ez a dolgok szózárműzni. Nagyon szépen köszönöm azt, hogy egyébként előjöttek, és nézzék meg a kiállítást, nézzék meg a könyvet, és kérdezzék, hogy köszönöm szépen. Köszönjük.